A svédek azt szeretnék, hogy a júliusi NATO csúcs előtt már takként ülhessenek bent, úgyhogy hipotetikusan, ha minden nagyon gyorsan történik, és a török parlament júniusba, június végén ratifikálja, akkor megtörténhet. De nem vagyok benne biztos, hogy ennyire sietnek. Törökországnak és Erdoánnak ez nem egy stratégiai kérdés, és ők eddig is azt kommunikálták a svédeknek, hogy akarunk tőletek bizonyos dolgokat, tehát hogy adjatok ki embereket, legyen egy jelentős törvénymódosítás tárol ellenes törvényt kapcsán legyen gazdasági bővítés, hogy főleg a hadipari együttműködést éleszik fel, és még sorolhatnánk. Tehát, hogy ezeken a területeken, amennyiben a svédek hoznak néhány gesztust, akkor akkor Erdogan már mondhatja azt a hazai közönségnek, hogy kértünk valamit, ez alapvetően teljesült, most már akkor lehet ratifikálni. Én nem látom azt a svédek részén, a nagy igyekezetben lennének.